legkedvesebb szemüveg sajnos megsérült múlva a zenés, neki üzentek a válogatott társai. Ready. Jászok Páti Petra egy egész jó kis rajtal, már is a harmadik pozícióba hozza a magyar csapatot. Két változás ahhoz képest, amit néhány perccel ezelőtt az elődöntőben láttunk. Szilicei Németh Rebeka helyett Kónya Zsófia, Krüger John Henry helyett pedig Liu Shaoang a magyar válogatott van. Így Kónya Zsófia készülődik arra, hogyha felvette a ritmust, akkor jelen pillanatban a jelen állás szerint a harmadik helyen átvegye Jászok Páti Petrától a stafétát. Miközben a kínaiak vezetnek, a kanadaiak másodikon, Kónya Zsófi pedig a harmadik helyen halad. The hopes are high here at the Phoenix Arena with the home team, Team Hungary, skating in this final A of the mixed 2000 meter relay. The Chinese controlling the pace, skating for the Chinese is Chen Siwei, Shao Amalai on track for Team Canada, and reigning world champion for Team Hungary! Közeledünk a versenyszám felé, ez 11 kör van még hátra, a jégen jelen pillanatban Liu Shaoang, ebben a pillanatban pedig Ádó veszi át a lehetőséget, hogy akár még egy picit feljebb tornázza a magyar csapat helyezését. A kanadaiak vannak előttünk közvetlenül, a kínaiak pedig az élen haladnak. Liu Shaolin Sándor a harmadik helyen hozza a magyar váltót, akkor, amikor még 8 kör van átra, jöhet ismét Jászok Páti Petra! With 8 laps to go, hopefully the batter will hold on here at the Phoenix Arena. We have to be careful here with the track stewards. Hopefully the damage banner will not interfere too much till the end. With 6 laps to go, Team China in the lead, the Canadian in second place, the women's now on the ice with 4 laps to go. Következik az utolsó 4 kör. Kína vezet, Kanada a második helyen, Liu Shaoang pedig a harmadik helyen veszi át a stafétát. Na nézzük, az olimpiai bajnok, a világbajnoki összetett címvédője meg tudja előzni az előtte robogó kanadait, lesz erre lehetőség. Hogyha nem, akkor Liu Shaolin Sándornak kell megpróbálnia, de így is dobogós helyen a magyar válogatott, és elesik Sanyi. Reméljük nem sérül meg, a kínaiak továbbra is vezetnek, Kanada a második helyen, így franciák a harmadik pozícióban. A befutási sorrendet illetően a nem hivatalos győztese a futamnak, Kína gyakorlatilag rajtcél győzelmet aratva. A very satisfied Shaolong crossing the finish line in front of the Chinese fan club here at the Phoenix Arena. What an upset here in this mixed 2000 meter relay final. The home team, Team Hungary, went late in the race. What a push at the end, but the Canadian were able to hold on. It looks like Team France was able to secure a third place in this final. Let's see for the official results here in the Red Zone. Ismét lesz mit nézni a videóbíró segítségével Peter Wurstnek. Medal ceremony coming up shortly. Here in the Bretzen at the Phoenix Arena, we're still waiting for the official results. Chief referee Peter Wirth looking at the action here. And the men 5000 meter relay final. That's coming up later this afternoon here in the Bretzen. And we have the official. A döntőbíró úgy határozott, hogy a befutási sorrend a hivatalos végeredmény is, úgyhogy hamarosan az ünnepélyes eredményhirdetés következik a vegyes váltóverseny.